kevesebb lehet a forrás, a Brexit hatása érezhető lesz az agrártámogatásokon is, a következő uniós ciklusban csökkennek az igényelhető összegek. Digitális esélyegyenlőség. A kormány célja, hogy senki ne kerüljön ki az oktatásból a digitális készségek elsajátítása nélkül. Komolyabb változásokra számíthatnak a gazdák az agrártámogatások tekintetében, véli Jakab István, a Magosz elnöke. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Brexit miatt a források csökkennek majd a következő 2020-ban kezdődő uniós ciklusban. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alakuló küldöttgyűlésén beszélt Jakab István. A rendezvényen a tagok Rácz Imrét választották újabb 5 éves ciklusra a megyei agrárkamara élére. November elején mind a 19 megyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, azaz a Magosz nyerte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei küldött választását. Ezután szerveztek alakuló küldöttgyűlés Szabolcs megyében is. A kamarai választáson összesen 47.394-en vettek részt. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége ellen 5 évre nyertek bizalmat. A megye agrárgazdasági szereplői november 3-án választottak, illetve szavaztak egy küldött, illetve nem egyre, hanem 90-es küldött listára, és az a 90 személy most a különböző beosztású osztályvezetőket, elnököt, etikai bizottság tagjait, elnökeit válassza meg, és én úgy gondolom, hogy a megye történetében, vagy történelmében egy jelentős nap, ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei agrárgazdaságában szereplő termelők, feldolgozók, kereskedőknek egy együttes érdekképviseleti szervezete próbál meg olyan együttműködni minden szereplővel, hogy a agrárgazdaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy méltóbb helyre kerülhessen. A küldött gyűlésen ismét Rácz Imrét választották a megyei szervezet elnökévé a következő 5 éves ciklusra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a rendezvényen kiemelte. Itt működik a legnagyobb tagsággal a kamara, ezért is kiemelten fontos, hogy kik képviselik a szervezetet. Az elmúlt években olyan önigazgatási, mondhatnám önkormányzati rendszert építettek ki a magyar gazdatársadalom érdekében, nagyon példaértékű más foglalkozási ágak szempontjából is az önigazgatási önszervezési rendszer. Egyre inkább kiépül ez az intézményi struktúra, intézményrendszer, és így az a korábban sokat hangoztatott panasz, különösképpen a rendszerváltástól, hogy nem tudják a gazdák, hogy milyen termelési struktúrában, hogyan, miképpen gazdálkodjanak. Ez a kamarai rendszer nagyfokú segítséget ad így a gazdatársadalomnak. A mezőgazdaság szereplőinek nagy segítség minden évben az agrártámogatás. Az idei egységes területalapú támogatás keretösszege 227,8 milliárd forint. A támogatható legnagyobb terület legfeljebb 4,97 millió hektár, az előleg hektáronként pedig 32.110 forint lehet október 16-ától, derül ki a magyar közdönyből. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági tevékenységre, növénytermesztésre vagy legeltetésre pedig 125,2 milliárd forint a keret, a fiatal gazdák számára pedig 3,9 milliárd forint áll rendelkezésre. A vidékfejlesztési programban összesen 1300 milliárd forintra pályázhatnak a gazdák 2020-ig. Jakab István szerint a következő ciklusban azonban több változásra is számítanak. Elképzelhető, hogy komolyabb változások lesznek az elkövetkező időszakban, tehát a következő Európai Uniós pénzügyi ciklus hatására. Most pillanatnyilag a jelenlegi pénzügyi ciklus félidős felülvizsgálata zajlik. Már most látjuk az irányváltást, a torta kisebb lesz a Brexit miatt, és elsősorban olyan támogatások lesznek majd, amelyek többletvállalást jelentenek, például a zöldítéshez hasonlóan környezetkímélőbb gazdálkodás, kevesebb műtrágya, kevesebb növényvédőszer, és hadd ne soroljam. A lényeg az, hogy az adminisztráció várhatóan nem csökken, hanem meggyőződésem, ha igénybe akarja venni a forrásokat a gazda, akkor ezáltal nő.
Az egységes kérelem alapján történő területalapú támogatások mértéke évente eléri a 600 milliárd forintot, a jövőben ez is változhat, tette hozzá Jakab István nyíregyházán. 2019. szeptemberétől minden köznevelési és szakképzési intézménybe eljut a nagy sávszélességű, szupergyors internetszolgáltatás, illetve kiépül a wifi hálózat is. A kormány célja, hogy mindenki számára megteremtsék a digitális esélyegyenlőséget, illetve senki ne kerülhessen ki az oktatásból a digitális készségek elsajátítása nélkül. A másiknál forduljon, és akkor a balra gombra programozom rá ezt a tulajdonságot, hogy forduljon balra. Digitális tábla segítségével oldják meg az informatikóra feladatait a hatodikos diákok ebben az Újfehértúj iskolában. A tanórákon ezen kívül laptop is segíti az oktatást. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanárok és a diákok lépést tartsanak a technikai fejlődéssel, és a digitális oktatást beépítsék a mindennapi tanórákba. Az ötödikes diákok a közeljövőben táblagépeket kapnak az iskolában, és bizonyos tananyagokhoz majd ezek segítségével juthatnak hozzá. A tanárok közül pedig közel 70-en éltek azzal a lehetőséggel, hogy a tanórák megtartásához laptopot használjanak. Megújul az épületek wifi lefedettsége is, mivel jelenleg csak korlátozott az internet hozzáférés az oktatási intézményben. A köznevelés feladata az életre való felkészítés, ez napjainkban az élethosszig tartó tanulásra való felkészítést is jelenti. Ennek fontos része napjainkban a digitális kompetenciák, készségek fejlesztése, a digitális tudás fejlesztése, és ezért elengedhetetlen, hogy az iskola, ami megalapozza ezt, rendelkezzen megfelelő eszközökkel, szakemberekkel, hozzá tudjanak jutni a gyerekek bizonyos tartalmakhoz, tudásanyaghoz. A digitális oktatási stratégia kialakítása kiemelten fontos a kormány számára. A cél az, hogy senki ne kerülhessen ki az oktatásból úgy, hogy nem rendelkezik az alapvető digitális képességekkel. Az is kiemelten fontos, hogy attól függetlenül kapjanak egyenlő esélyt a fiatalok, hogy hol és milyen iskolában tanulnak, milyen a szociális hátterük. Egy éve tart a hazai digitális oktatási stratégia végrehajtása, amelynek egyik sarkalatos pontja az, hogy minden iskolában megfelelő legyen az internet elérés. A 2019. szeptemberében kezdődő tanévre az ország összes köznevelési szakképzési intézményébe az oktatáshoz szükséges szélesávú internetkapcsolat kiépül, és minden iskola épületén belül, a tantermekben, a közösségi helyeken, a folyosókon, az épületen belüli szélesávú wifi szolgáltatás is megvalósul. A pedagógusok digitális kompetenciáinak a fejlesztése is elkezdődött. A több mint 130 ezer köznevelésben dolgozó pedagógus közül 40 ezeren már a most induló tanévben képzéseken vesznek részt. Ezen kívül folyik a diákok számára egy érdekes és interaktív tananyag összeállítása is. Ezzel párhuzamosan javítják az intézmények eszközellátottságát is, a modern eszközök biztosítják ugyanis az alapját az élményközpontú digitális oktatásnak. Építés közben játékosan fejleszti a matematikai probléma megoldást a LEGO Education oktató csomagja. A legkorszerűbb pedagógiai elvekre épülő programmal a Nyíregyházi Egyetemen ismerkedhettek meg az intézmény oktatói és az általános iskolákban tanító munkaközösségek, akik arról is képet kaptak, hogyan illeszthetik be a mindennapi tanórákba a játékos fejlesztő feladatokat. Előtted van Max és Mia. Kérlek, hogy építsd meg a következőt. Maxnek 15 szál virágja van. Így folyik egy matek óra LEGO segítségével. A diákok nem pusztán papíron oldják meg a feladatokat, hanem kézzelfoghatóvá teszik az elvont, a kisgyermekek számára gyakran nehezen értelmezhető fogalmakat és számításokat. De nem csupán a matematika az egyetlen olyan tárgy, ahol alkalmazható az újfajta oktatási módszer. A különböző lehetőségekkel a Nyíregyházi Egyetemen ismerkedhettek meg az intézmény oktatói és az általános iskolákban tanító munkaközösségek. A bemutatón elhangzott, a módszer nem csak a tanároknak könnyítheti meg a tananyag átadását, hanem az alapvető információk átadásán túl más területeken is hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez. Ha én visszaemlékszem gyerekkoromra, én is úgy nőttem fel, hogy különböző barkácskészleteket, szerelőkészleteket használtam, és így lett belőle műszaki ember, fizikus, illetve fizikatanár. Ezek a lehetőségek most is meglennének. Nyilvánvaló, most nem a hagyományos szerelőkészleteket kellene gyártatni, ahol csavarozni,
tanítjuk a gyerekeket, hanem a kornak megfelelő eszközöket kellene gyártani, olyan hátteret biztosítani, hogy a gyerekek egyfelől manuálisan tevékenykedjenek, másfelül gondolkozzanak, némi programozás elemeket vigyenek be a gondolkodásba, az építésbe, illetve algoritmusokban tanuljanak meg gondolkodni. Ezek fejlesztésében pedig nagy szerepet játszik az építőkockákkal történő tanulás. Az oktatócsomagok a legkorszerűbb pedagógiai elvekre épülnek, a különböző megoldások olyan gyakorlati tanulási technikákon alapulnak, amelyek segítik a gyerekeket, hogy elsajátítsák a dinamikus tanulás képességét. A diákokat olyan kihívás elé állítja, amelyek arra késztetik őket, hogy használják a képzeletüket, javítsák a probléma megoldó készségüket, valamint a csapatmunkát, a másokkal való együttműködést is segíti. Nagyon fontos dolog, hogy gondolkodni tanítsuk a gyerekeket. A gondolkodás fejlesztéséhez nagyon jó módszer az, hogyha programoznak. Ha ezt ráadásul olyan felületen és olyan eszközzel teszik, amit még szívesen is csinálnak és motiválhatók benne, akkor én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kulcs ahhoz, hogy ezt fejleszteni tudjuk. A bemutatón az is elhangzott, a módszer nem csak az alapvető készségek fejlesztésében játszik nagy szerepet, hanem a programozás vagy a robotika megismerése olyan tudásalapot biztosít, melyek a jövő szakmáihoz elengedhetetlenek lesznek. 150 ezer véradó hiányzik még idén a vérellátás biztonságos működéséhez. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A sereghajtó Sopron otthonába látogatott pénteken a Kisvárda a labdarúgó MB2 19. fordulójában. Kondás Elemér együttese hiába dominált az egész mérkőzésen, végül 2-2-es döntetlent játszottak a csapatok. Péni István verhetetlen volt a hétvégén Nyíregyházán rendezett Hungarian Open nemzetközi sportlövész versenyen. A világkupa győztes magyar sportoló az alapversenyt és az összevont kategóriájának döntőjét is megnyerte a 10 méteres légfegyveres kategóriában. November 27-e a véradók napja Magyarországon. Az idei évben eddig több mint 350 ezeren jelentkeztek önkéntes véradásra. A hazai vérellátás biztonságos működéséhez azonban évente 500 ezer egység vérre van szükség. Ehhez éves szinten közel 500 000 önkéntes jelentkezése kell. A vér eltarthatósága korlátozott idejű, ezért rendkívül fontos a folyamatos pótlás. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérrálátáshoz évente 500 ezer egység vérre van szükség. Ehhez évente közel 500 000 önkéntes véradományát, önzetlen segítségét várják a betegek. A véradók napja különleges ünnep. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben rejlik, a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez valakinek az életét jelentheti. Ahhoz, hogy az egészségügyben a vérellátás folyamatos és gördülékeny legyen, ahhoz a megyében heti 500 véradónak kell megjelennie a véradásokon. Ez a szám változik, van, hogy több donor jelenik meg az egyes véradó helyeken, vagy van, hogy kevesebb, így átlagban a megye véradói száma pici elmaradással, de megszokott lenni, tehát a vérellátásban fennakadás nincsen. Arra szoktuk kérni az embereket, hogy aki még eddig nem volt véradáson, az is gondolja át, hogy le tudja-e győzni például a tűtől való félelmét, vagy ellenállását, hiszen máskor is kell, hogy megszúrják például egy-egy vérvétel vagy oltás alkalmával, azonban ez a tűszúrás vagy ez a pár percnyi kellemetlen érzés, ami ilyenkor eluralkodhat rajta, egyszerre 3 életet ment meg. Kritikus időszak minden évben az influenzás, járványos betegségeknek az ideje. Ilyenkor azok is távol maradnak a véradó eseményektől, akik egyébként elkötelezettek. Sokan lehet nem is ismerik a véradás menetét, ezért sem gondolkodtak azon, hogy legalább egyszer adjanak vért. Tette hozzá Gurály Edina. Azt gondolom, hogy sokszor, amikor adományozásról van szó, akkor minden ember arra gondol, hogy adományozni és segíteni csak anyagi források függvényében lehet. Ez a véradásra nem igaz. Vért mindenki tud adni. Aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves és több mint 50 kiló,
bármikor el lehet kezdeni, tehát aki eddig már a felnőtt korában bőven benne van, de még nem érezte ennek a szükségét, vagy nem érezte megszólítva magát, akkor is elmehet, kipróbálhatja, megnézheti, hogy tudja, el tud-e köteleződni emellett az ügy mellett. Az idei évben eddig 359 ezeren jelentkeztek a Vöröskereszt által szervezett véradások valamelyikére. Van, aki több alkalommal is. A sereghajtó Sopron otthonába látogatott pénteken a Kisvárda a labdarúgó MB2 19. fordulójában. Kondás Elemér együttese jól kezdte a mérkőzést, ám hiába dominált, mégis a Sopron szerezte meg a vezetést Garda révén a 44. percben. A második játékrészt még nagyobb elánnal kezdte a Kisvárda, és az 52. percben Lukács Rajmond egyenlített is. A 66. percben pedig Jaskó fejesével a vezetést is megszerezte a szabolcsi együttes. Úgy tűnt, ez a mérkőzés meg lesz a Kisvárdának, de egy felesleges szabálytalanság után a 74. percben Horváth Péter egalizált, a vége pedig így 2-2 lett. Hatnapot érjöttünk, viszont az első félidőben nagyon kényelmesen futballoztunk, és meg is kaptuk a gólunkat, ugye, amikor a vége, első félidő vége felé a hazai csapat lematott minket. Egy egyszerű mélységű beindulás után a kapuja teljesen egyedül érkezett az ellenfél játékosa. Második fél időben viszont azt mondom, hogy a csapat nagyon jól játszott, rengeteget futott már az ellenfél tér felén, próbáltunk labdát szerezni az ellenfél kapuja előtt. Ebből meg is tudtuk fordítani a mérkőzést, utána sajnos volt egy oldalszabadrugás, amit nem tudtuk fölvenni úgy az embert, ahogy kellett volna, ebből a hazai csapat kiegyenlített. Viszont utána is mentünk a győzelemért, több helyzetünk kisadódott volt, amikor a gólvonalról kellett menteni a hazai védőnek. Tehát összességében azt mondom, hogy ezen a nehéz talajú pályán is egy jó iramú mérkőzés alakult ki ebből a találkozóból. A Kisvárda a vasárnapig az élen tudhatta magát, az MTK 3-1-es Siófok elleni győzelmével azonban visszaállt az eddigi rend, és a bajnokság felénél 44 pontjával a második helyen áll Kondás Elemér csapata. A Nyíregyháza Spartacus pedig felzárkózott az ötödik helyre. A Sparia Szolnok ellen hazai pályán győzött 2-0-ra Horgasi öngóljával és Bajzát Pimasz találatával. A mérkőzést a vendégek 9 emberrel fejezték be. Péni István verhetetlen volt a hétvégén Nyíregyházán rendezett Hungarian Open nemzetközi sportlövészversenyen. A világkupa győztes magyar sportoló az alapversenyt és az összevont kategóriájának döntőjét is megnyerte a 10 méteres légfegyveres kategóriában. A nyíregyházi verseny egyben egy jelentős erőpróba is volt a magyar válogatott számára a 2018-as légfegyveres Európa-bajnokság előtt, amelyet Győrben rendeznek meg. Ezúttal nem labdapattogásról volt hangos a Continental Arena, hanem légfegyverek hajkropogása töltötte meg a nyíregyházi sportcsarnokot. Sportlövők vették birtokba az arénát, amely ezúttal a Hungarian Open 10 méteres nemzetközi sportlövészversenynek adott otthont. Amióta a sportlövészettel foglalkozunk itt Nyíregyházan, aminek ugye most már lassan egy évszázados hagyománya van, mindig nagyon aktívan részt vettünk a sportba. Ez 3 évvel ezelőtt kezdődött az, amikor egy országos diákolimpia döntőt rendeztünk, majd a tavalyi évben egy tűzfegyveres országos bajnokságot, ahol szintén a válogatottak eljöttek hozzánk, ellátogattak, és idén úgy döntöttünk, és szerettünk volna egy nagyobb volumenű versenyt rendezni, ezért nem csak a Hungarian Opent, hanem az elődjét, az előnapját, a serdülő országos bajnokságot is szerettük volna szép környezetben megvalósítani. Pénteken a serdülők versenyét tartották, akik számára a megmérettetés egyfajta felkészítés volt a nagyobb versenyekre. Szombatén és vasárnap már az élmezőny közel 300 sportlövő állt a lővonalhoz, reggeltől estig mentek a sorozatok az arénában. 14 országból vesznek részt a versenyzők, két különlegessége is van a dolognak, általában a jó ismerősök vagy a szomszédok jönnek, de az bennünket is meglepett, hogy az indonéz csapat is képviselteti magát, az egy meglepetés volt, tehát tengeren túlról is érkeztek, az meg különösen, hogy a másik oldalon meg Gibraltár kitűnő lövő is megjelentek, bár látom már fociba ügyeskednek, de ez meglepett minket, hogy ők is jönnek, örömmel fogadtuk természetesen őket. A versenyen a legjobb magyar sportlövők is képviseltették magukat, hiszen számukra kiváló erőpróbát is jelentett a megmérettetés a jövő februári Győri Sportlövész Európa bajnokság előtt. Az év két legjobb sportlövője, a Péni István és a Major Veronika is, és a válogatottnak szinte a döntő része két-három versenyzőt kivéve
mindenki itt van és indul ezen a versenyen. Rajtuk kívül, illetve a külföldi vendégeink kívül még maradt egy picit szabad kapacitás, és arra viszont az egyesületek direktbe tudták nevezni a versenyzőiket. Szombaton a 60 lövéses junior fiú kategóriában az Európa bajnok ezüstérmes Pekler Zalán állhatott a dobogó legmagasabb fokára. 10 méteres légpuska kategóriában a friss világkupa győztes Péni István mindent vitt, szombaton az alapversenyben, vasárnap pedig a férfi puskások összevont kategóriájának döntőjében is az élen végzett. Légpisztolyban Antal Balázs, a nőknél légpuskában Gáspár Lalita, légpisztolyban pedig az ukrán Halina Avramenko nyerte a küzdelmeket. Nyíregyházi színekben szombaton a junior pisztolyosoknál a válogatott Agárdi Vilmos az 5. helyen végzett. A vasárnapi versenynek nyíregyházi döntőse már nem volt. Egy nem hivatalos magyar rekord kísérletben is kipróbálhatta magát bárki. Az aréna küzdőtér előtti aulájában egy biztonságos lézerfegyvert helyeztek ki. Ha 5 próbálkozásból sikerült 10-es lőnie valakinek, azzal hozzájárulhatott az 1000 darab belső 10-es a győri Európa bajnokságért mottójú rekordkísérlet sikeréhez. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Komolyabb változásokra számíthatnak a gazdák az agrártámogatások tekintetében, véli Jakab István, a Magosz elnöke. A Brexit miatt a források csökkennek majd a következő 2020-ban kezdődő uniós ciklusban. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alakuló küldöttgyűlésén beszélt. A rendezvényen a tagok Rácz Imrét választották újabb 5 éves ciklusra a megyei agrárkamara élére. 2019. szeptemberétől minden köznevelési és szakképzési intézménybe eljut a nagysáv szélességű, szupergyors internetszolgáltatás, illetve kiépül a wifi hálózat is. A kormány célja, hogy mindenki számára megteremtsék a digitális esélyegyenlőséget, illetve senki ne kerülhessen ki az oktatásból a digitális készségek elsajátítása nélkül. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 27-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap a fagyos reggel után napos időben lesz részünk. Kedd estig száraz, de hideg levegő alakítja időjárásunkat. Az éjjeli órákban többnyire derült lesz az ég, párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában -5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben megszűnik a párásság, és eleinte gyengén felhős idő várható több órás napsütéssel, majd estére nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz, a déli eszél mérsékelt marad. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnapra megszűnik a hidegfronti hatás térségünkben, és gyenge melegfronti hatás lesz érezhető. Szerdán megvastagszik a felhőzet, és estétől északnyugat felől egyre több felé elered az eső, havas eső, hó is hullhat. Csütörtökön jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás, az esőt már több felé váltja fel havas eső, havazás. Pénteken a nap is kisüt, majd a hétvégén egy ciklon következtében ismét csapadékos időre lehet számítani, főként hóval, de szombaton még havas eső is eshet. Fagyosak lesznek az éjszakák, a hét utolsó napjaiban pedig néhol még napközben is 0 fok alatt marad a hőmérséklet.